Sziasztok srácok! Képzeljétek el, hol vagyok? Somorjában, a Fratellinél. Ma bemutatom nektek a CF motorokat. Mi is az a CF motor márka, srácok? Ez egy full kínai cég, mely 1989-ben alakult. Eleinte kadokat árultak, majd később motorokat. Képzeljétek el, hogy az egyik legnagyobb érdekesség, hogy a kvadokat 2018-ra annyira felfejlesztették, hogy európai szinten a CF Moto adta el a legtöbb kvadot Európában. Ez mindaz bizonyítja, hogy nagyon jók motorilag és mind felépítésre. A CF Moto miután betört a motorpiacra, elkezdte fejleszteni a gépeit. Itten is megtalálhatóak a 300-as motorok, a 650-esek és a 800-asok. És ha jól tudom, már piacra dobta az 1200-as gépeit is, ami nagyon durva. A CF Motonak lett egy nagyon komoly együttműködése a KTM-mel, és alapítottak egy közös vállalatot, amelyben a CF Motonak 55%-os beleszólása lett, ami srácok azt eredményezte, hogy megszületett ez a motor itt mellettem, a 800-as MT, mely kinézetre ilyen KTM CF motos, és képzeljétek el, milyen blokkot kapott ez a gép. Egy 790-es KTM blokkot, szóval a teljesítményre sem lesz panasz. Így néz ki ez a 800-as MT-srácok, majd kaptok róla egy teszt videót is, ha minden jól megy, szóval legyetek készen. Leteszteljük és kaptok róla majd egy átfogó bemutató videót és egy tesztet. CF Moto amúgy gondolta a fiatalokra is, a 18 évesekre, szóval ha betöltöttétek a 18-at és meg a jogsitok, akkor tudtok vásárolni a 300-as gépeket, vagy ezt a 300-as NK-t, vagy pedig a vadi új SR sportverziót belőle. Ezek 20 kilovattos gépek, srácok, kinézetre nagyon durvák, nekem nagyon tetszenek. Főleg azóta, amióta eladtam a régi 300-as Ninjámat, ami nagyon-nagyon tetszett nekem kinézetre, azóta nem is találtam olyan szép motort, mint az volt, de ez a 300-as sportverzió, srácok, ez nagyon tetszik még nekem is. Még egy nagy érdekesség, hogy a CF Moto indított motort a Menszigeti TT-n, ahol a negyedik helyezést érték el, ami azért nagyon jó, mert csak 2 másodperccel voltak lemaradva a Kawasaki-tól, aki megnyerte a harmadik helyet, szóval ez is azt bizonyítja, hogy nagyon megszorongatta a többi konkurens motort. Jelenleg található itt Somorjában, srácok, 300-as NK modell, ezek 20 kW-osak, aztán itt vannak a sportverziók belőlük, ezek az SR-ek, ezek 20,5 kW-osak, ezeket mind vezethetitek már 18 éves korotoktól, aztán itt van a 650-es GT, ez full ilyen túramoci, ez is amúgy kinézete nagyon szép, ha megnézitek így előről, olyan, mint egy Kawasaki. Úgyhogy gyönyörű gép ez is, ebből van ilyen fekete is. Aztán jönnek a CLX modellek, ezek ilyen nagyon retrós beütésű gépek. Nagyon tetszenek ezek is nekem, srácok, nagyon durvák. Ezek már 700-as motorok, 52,2 kW-osak. Nézzétek meg ezt a karbont is. Ez nem karbon amúgy, de így messzebbről nem mondaná meg senki, hogy ez nem valódi karbon. És nem utolsó sorban, itt van a 800-as MT, ez is van nekik raktáron. Szóval akit nagy motor érdekel, nagy túramoci, az még ilyet is talál itt. Itt ha megnézitek, van gyárilag bukórács, táskákra tartó, hatalmas kijelző, szinte már egy tablet méretű. Úgyhogy van itt minden, srácok, csak el kell jönni, körbenézni és választani magatoknak. A srácok, még talált egy Somorjában egy 650-es MT, és ez nagyon hasonlít a GT-re, de lényegében a paramétereiben megegyezik mindkét motor. Zárásnak még kicsit megmutatom nektek, milyen quadok négy kerekük vannak itt. Na figyúzzatok! Ezek mind ezres képek, méghozzá 4x4-esek. Gyönyörűk, nem igaz? Sőt, még van ilyen hatalmas bitangépe is a CF motornak. Ez 600-as, srácok, és 30 kW-os. Aztán, ami személy szerint nekem nagyon tetszik, ez a Z-Force 1000-es Sport. Nagyon durva, ez rendszámos gép, srácok. Még húzató is van a hátulján. Ahogy elképzelem, hogy ennél járok melóba, hát nagyon durva lehet. Ez lett volna a rövidke kis CF Moto bemutató itt Somorjában, srácok. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan jövök nektek egy 800-as MT bemutatóval.
Na, sziasztok! Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.